Slachta Margit a 20. századi magyar történelem kivételes személyisége volt, akiről méltatlanul keveset hallhatunk. Az első parlamenti képviselőnő volt Magyarországon. Példaértékű életet élt, nem csak politizált, hanem lapokat alapított, létrehozott egy segítő világszervezetet, mindezt abban a szellemiségben tette, hogy az alapvető emberi értékeket képviselje. Egészen fiatalon 1908-ban csatlakozott a Farkas Edit által alapított szociális missziótársulathoz, nővérként magánfogadalmat tett. Az egész ország megismerhette a nevét, előadásai során, amelyeket a szegény sorsúak helyzetének javítása érdekében és a női választójog elismertetéséért mondott el. Kiváló szónok volt, aki nyílt egyenes beszédével nyerte meg közönségét. Államháztartásunkba több nőiesség, több élni tudás kell. A szociális missziótársulatra etéren óriási feladatok várnak. A benne rejlő erők óriási tartalékokat jelentenek, amely most még felhasználatlanul áll egy nemzet boldogulásának rendelkezésére. Ha beállítjuk a női szívet, a női érzést, a női géniuszt a mai politikába, akkor megtaláljuk az egész nemzetnek az együttműködését, és ezzel a nemzet boldogulásának alapját. 1918-ban a Keresztény Szociális Néppárt színeiben indult, amelynek tagozata a keresztény női tábor is volt. Ekkor 36 éves volt. Befolyását mi sem bizonyítja jobban, hogy egy 35 ezres női tüntetés szervezett Magyarország feldarabolása ellen tiltakozva a Clerk Misszió székháza elé. 1920-ban részt vállalhatott a Nemzetgyűlés munkájában a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának tagjaként. 219 férfi képviselő között egyetlen nőként foglalt helyet. Tisztségét 1922. február 16-áig töltötte be, összesen 28 beszédet mondott. Eddig a politika valami elvont fogalom volt, és semmi kontaktusát nem lehetett felfedezni a családdal, ahol az egyének szorongnak, küzdenek, harcolnak a megélhetésért. A családnak az érdekeit kell bevinni az országos politikába, mert ha az elsatnyul, ha az egyének tönkre mennek, akkor a politika magától összeomlik. Akkor nem lesz kinek politikát csinálni. A megélhetésért, a tisztességes életért fogok elkövetni mindent. Kezdetben férfi képviselőtársai komolytalanul kezelték, de kiállása és szépen felépített beszédei miatt elismerték munkásságát. Programjának főbb elemei a családpolitika, a közerkölcs, a nevelés és az anyasági biztosítás voltak. Az általános és titkos választójogot védte, a nőkre is kiterjesztve, a munkásréteg helyzetének javítása érdekében szólalt fel, illetve az oktatás és az orvoslás megreformálása érdekében mondott beszédeket. Két évig tartó politikai pályafutása után közel 20 évig a szociális munka terepén tevékenykedett, majd 1945-ben újra indult a politika színpadán, viszont az egypártrendszer kiépítése miatt helyzetét ellehetetlenítették, és 1949-ben emigrációba kényszerült.